Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gyülekezetet. Elcsendesedett lélekkel együtt imádkozzunk. A mi segítségünk jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva énekeljük a 423-as számú énekünket. A 423-as énekünknek mind a három versét énekeljük, csak vezess Uram végig és fogd kezem. Trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk.
töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén a felől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nékünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát az ő igéje által, mikor is így szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten igéjének a hallgatására készülve a 459-es énekünket énekeljük. A 459-es énekünknek mind az öt versét énekeljük, áldó hatalmak oltalmába rejtve. Thank you.
hallgassuk Istennek ígéjét, ígék, amelyeket a Szentírásból különböző helyekről fogok felolvasni, meg is nevezem, hogy honnan hangzanak el az ígék. Olvasom Istennek ígéjét Mózes 5. könyvének 8. fejezetéből, a 2-től 7-ig terjedő versekből. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben. Megtartottad-e a parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid se ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a 40 év alatt. Megérthetted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát Istenednek az Úrnak a parancsolatait, az ő utain járj és őt féljed, mert jó földre visz be most téged Istened. Folyó vizeknek és mélyből fakadó forrásoknak a földjére, amelyek a völgyben és a hegyen erednek, búzát és árpát, szőlőt, függét és gránátalmát termő földre, olajfáknak és méznek a földjére. Olvasom Istennek ígéjét, Ézsaiás próféta 43. fejezetéből, a 11-től 14-ig terjedő versekből. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítlak. Én hirdettem, nem valamelyik idegen Isten. Ti vagytok tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Olvasom Istennek ígéjét, a János jelenésekről írott könyve 3. részének 11. és 12. verseiből. Eljövök hamar. Tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, ráírom az én új nevemet. Olvasom Istennek ígéjét a 62. Zsoltárnak 2. és 3. verséből. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom sokáig. Olvasom Istennek ígéjét a 90. Zsoltár 12. verséből. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Kedves testvéreim, talán folytatni kellett volna a Szentírásnak olvasását, talán keresni kellett volna, vagy engedni, hogy az ígét hallgató gyülekezet mondja kívülről azokat az ígéket,
amelyeket az idén a szívére vésett fel az Úristen. Talán le kellene szállni erről a szószékről, és beülni a gyülekezet közé, és átérezni, mit jelent az, hogy fáj ennek az esztendőnek bizonyos eseménye, és az embernek összeszorulna a torka. Vagy odaülni azok mellé, akik olyan boldogan hozták el gyermeküket, és keresztelték meg. Igen, talán az volna az igazi, és a gyülekezet segítségével, ha majd úgy fogunk dönteni, hiszen előttünk fog állni egy új esztendő, jó lenne egy olyan évzáró Isten tiszteletet tartani, amikor nem lesz prédikáció, hanem maga a gyülekezet fog prédikálni. Előttünk fog állni Isten kegyelméből egy esztendő, és olyan jó lenne, ha mindenki jövő ilyenkor, ezen a napon egy ígét hozna ajándékba, felolvasna valaki Istentől kapott üzenetet, amely az ő számára erőt, bátorítást adott. Kedves testvéreim! 2013. december 31-e. Nincs nagy jelentősége a mai napnak, dátumnak, éjszakának. Csak az tulajdonít ennek a napnak jelentőséget, aki az időt méri, és fontosnak tartja a napok múlását. És hogyha mégis az egyház, református egyházunk ezen a napon Isten tiszteletet tart, az azért van, mert jelentőséget tulajdonítunk, hogy ezen a napon együtt állhatunk Isten színe elé. Vannak, akik ma éjszaka búcsúztatják a régit, és köszöntik az újat. Mi ma azért vagyunk együtt, hogy megköszönjük az Úristennek mindazt, amiért ebben az esztendőben volt miért hálát adni. Mi azért vagyunk ma együtt, hogy közösen imádkozva bocsánatot kérjünk az Úristentől, hogyha fájdalmat okoztunk, sértést, nyugtalanságot annak, akit szeretünk, és a szó, amivel bántottuk, ott maradt, mint bántás a lelkünkbe. Ma azért vagyunk együtt, hogy kérjük közösen az Úristen adjon erőt, hogy azok, akik nem akarnak felejteni arcokat, mozdulatokat, tudják magukkal vinni, akik soha nem engedtek el, csak rábíztak az Úristenre. Ennek a napnak, ennek az Isten tiszteletnek szerte ágazó jelentősége, meghatározó fontossága van, annyira, mint amennyire a gyermek odaáll édesapja és édesanyja elé, és megköszöni szépen, hogy gondoskodtak róluk. Olyan ez a nap, testvéreim, mint amikor feltör lelkünkből, hiába próbáljuk visszafolytani az őszinteség, mert nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő esztendő, és nem akarunk úgy átlépni, hogy tartozásunk legyen. A szónak a tartozása. Nem akarjuk, hogy tartozzunk valakinek, a
aki jó volt hozzánk, legalább egy tekintettel, egy annyit, hogy legyen velünk az Úristen. Nem statisztika, amit most mondok. 2013-ban 27 alkalommal szolgáltuk ki a keresség sákramentumát. 28 alkalommal álltunk koporsó mellett. 30 ifjúnak voltunk a bizonságtevésének tanúi, akik konfirmáltak, és 9 alkalommal együtt örvendeztünk, hogy 2 fiatal megtalálta egymást, és közösen kérték Isten segítségét a boldogságukhoz. Ezek nem számok. Ezek emberi életek és sorsok. Ezek nem úgy maradnak meg, mint anyakönyvi adatok, hanem úgy maradnak meg ennek a gyülekezetnek az életében, ezek úgy maradnak meg a szívünkben, emlékünkben, hogyha most találkozik a tekintetünk. Tudjuk, hogy a felolvasott és kiválasztott ígék közül ez a tiéd. Ezen az este ma mondja néked az Isten, emlékezzél meg az egész útról. Hordozott az Isten. Völgyeken és magasságokon. Hordozott az Isten. Úgyhogy nagyon át kellett öleljen. Utánat kellett nyúljon, hogy ne zuhany. És hordozott boldogan, mutatta íme. Íme az ember, aki bizonságot tesz, aki megtartja az Istennek szeretetét. Ez a te ígéd. Aki el tudod mondani, hogy ebben az évben voltak olyan események, amikor bátorítottad magadat, testvérem, és mondtad, csak Istenben nyugszik meg az én lelkem. Ó, milyen sokszor és sokan vannak olyanok, akik nyugtalanságukból, menekülésükből Istenhez futottak. Mert tudták, hogy ő az ő kősziklám és váram. És ebben az esztendőben vannak olyanok, akiknek az életére Isten ráírta Jeruzsálemnek, az örök Jeruzsálemnek a nevét. És azt mondja, hogy az örökké valóságból, ahova elvitte őket, onnan ki nem jönnek. És mondta, hogy tartsd meg, ami nálad van, azoknak, akiknek ott van lelkében, múltjában, házasságában, gyermeki jóságában, vagy édesanyai szeretetében, ott van a gyülekezet közösségében az, akit meg kell tartsunk imádságunkban. És így jutottam el, hogy próbáltam összegezni, mi is történik az életünkben. Miért is vagyunk ma együtt, hogy kérjük az Istent, tanítson számot tartani az élet. Taníts minket úgy számlálni napjainkat. Taníts minket úgy számon tartani, nem csak ami elmúlt, hanem ami eljön, hogy bölcs szívhez jussunk. Aki ezt a zsoltárt írta, Dávid fiának fülébe, életébe, szívébe sugta, Salamonról van szó, hogy a bölcsesség kezdete az az Isten félelme. És Salamon így írta, így hagyta üzenetül, ha azt akarjuk, hogy ne csak tudás, hatalom, okosság legyen az életünkben, hanem Istennek bölcsessége. Tanuljuk meg tőle, hogy a föld elmúlik,
esztendők tovasuhannak, de az Istennek beszéde megmarad. Ezzel búcsúzom múló emberi életemnek egy évétől. És kérem, mindenki ma este így gondoljon, hogy eltelt egy év az életéből, hogy ne felejtse el. Az Isten beszéde ott maradt, mint elvetett mag, amely egyszer gyökeret hajt, aztán majd eljön az idő, a kedvező alkalom, amikor növekedni fog, és termés terem. Vannak itt testvéreim a templomban, a gyülekezeti teremben olyan személyes tárgyak, amiket Isten tiszteleten felejtettek itt. Hajpánt, kesztyű, volt aranygyűrű, sok minden. Őrizzük. Hirdetjük, hogy ha valaki keresi, itt van, vigyázzunk rá, ne vegyen újat. Ha valaki itt felejtett egy drága vigasztalást, egy igét, amit neki mondott az Isten, ha valaki személyesen itt hagyott élni akarást, hirdetem, vigyázzuk, őrizzük, jöjjön is újra, átadjuk neki. Mert nem veszhet el. Mert semmi nem szabad elveszem abból, amit ránk bízott az Isten. Ezek csak tárgyak. Az életek. Az életre vigyázzunk, egymásra. Akik lehet, hogy itt, mert nem vettük észre szemében a könnyet, mert nem vettük észre az örömöt, mert nem tudtunk összehúzódni és azt mondani, hogy ülj mellé, mert kihullott a lelkünkből, hogy imádkozzunk érte, lehet, hogy itt kell megtalálják azt a Krisztust, aki nem maradhat templomok között. Békés új évet kívánok. És ezt úgy, hogy megköszönöm mindenkinek, hogy szolgálta az Istent, az ő dicsőségét. És volt lelke vigyázni erre a drága anyaszent egyházra. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, lehet, hogy hamar mondtuk ki, lehet, hogy elsiettem a szót, amikor azt mondtam, hogy nincs jelentősége ennek a napnak, és mégis rádöbbenek, és rájövünk, hogy olyan sok jelentősége van a pillanatnak, amikor együtt állunk meg te előtted. December 31, 2013, ennek a gyülekezetnek, közösségnek életébe. Így nyeri el jelentőségét, és így határozza meg fontosságát. Egy nap, amikor együtt, mint egy nagy család, mint emberek, akik kell szeressük egymást, akik újra kell kezdjük a holnapi nappal, vagy ha véget ér az Isten tisztelet már akkor, hogy megfogjuk egymás kezét, hogy nem ígéretet teszünk, hanem erőt kérünk te tőled. Kérjük, hogy Uram, te ígérd meg, hogy vigyázni fogsz a szóra, az életünkre. Igen, így nyeri el jelentőségét ez a nap.
hogy megállunk egy percre, és nagy-nagy csendet kérünk, amikor ne beszéljen ember, amikor a világ is hallgasson, és töltse be az éjszakának csendjét és sötétjét. Az az Úr, aki azt mondja, hogy ajtónk előtt áll, és ha megnyitjuk, belép az életünkbe. Köszönjük, Uram! Fájdalmunkban is köszönjük, hogy velünk voltál. Az örömben is köszönjük, hogy figyelmeztettél. Legyen áldott a neved. Mindörökké. Amen. Elcsendesedett lélekkel, szeretteinkért, magunkért, egymásért imádkozzunk. Áldott legyen az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imáját. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, megkérem Edikét is, maradjunk felállva a 90. Zsoltár református himnuszunkkal zárjuk az Isten tiszteletet, majd áldás után a magyar és a székely himnuszt énekeljük. A 90. Zsoltár első versét énekeljük, Te benned bíztunk elejétől fogva. Thank you.
Istennek népe. Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti felétek, adjon békességet. Szent Fia, mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Mielőtt a himnuszunkkal zárnánk Isten tiszteletünket a 2013-as évet, szeretném hirdetni a gyülekezetnek, hogy holnap január 1-i 11 órától Isten tiszteletet tartunk. Az évi beszámoló, már a 2013-as évi beszámoló, az nem most január 1-én lesz, azt következő vasárnap fogom hirdetni, hogy mikor lesz a beszámoló. Boldog új évet mindenkinek!